Meghaladta a 6 milliót a koronavírus világjárvány halálos áldozatainak száma a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Közülük az utolsó néhány hónapban közel 1 millióan vesztették életüket, ami arra figyelmeztet, hogy a pandémiás helyzet még korán sem ért véget, a témával foglalkozó kutató szerint. Ha félretesszük a megerősített COVID-19 halálesetek számát, tehát a 6 milliót, akkor a tényleges többlethalálozás körülbelül 21 millió. Ebbe az adatba már beleszámoltuk a nem COVID-dal diagnosztizáltak halálát, a nem kórházban bekövetkezett haláleseteket, az alulbecslés, a jelentések elmaradása, illetve a tesztelés hiánya miatt nem regisztrált eseteket, mivel ezek mindegyike megtapasztalható a fejlődő országokban. Eszerint a férfi szerint a világjárvány harmadik évére az emberek fáradtá és fegyelmezetlenné váltak, nem veszik elég komolyan a járványügyi korlátozásokat. Látod a maszk nélkül sétáló embereket. Nem kizárt, hogy most már a kormány is enyhít a szabályokon, így akár maszk nélkül is sétálhatsz. Talán azok, akik be vannak oltva, úgy érzik, hogy szükségtelen a sok társadalmi távolságtartási szabály, a maszkviselése és hasonlók. Mindenki szeretné már visszakapni az életét. A halálozási adatok továbbra is magasak Lengyelországban, Romániában és Magyarországon is, miközben sok csendes-óceáni kis sziget most szembesül a járvány első hullámával.